Üdvözlet mindenkinek! Ezúttal Vladimir Putinról lesz szó, illetve arról a fajta propagandáról, amit ő használ, ahogyan mondtam, az egész világ egy nagy színház, és mindenki játsz abban a saját szerepét. Oroszország sem kivétel, ez alól az összes ország karöltve együtt dolgozik azon, hogy az új világrendet elhozza. Ha valaki azt gondolja, hogy vannak hősök, vagy akik a jó oldalon állnak, akkor az nem is tévedhet nagyobbat. Mielőtt ennek neki mennénk, megkérnék mindenkit arra, hogy lájkoljátok, illetve osszátok meg tartalmainkat, melyeket megtalálhattok Infobaba, illetve Yahoo útja néven, a TikTokon, Instagramon, YouTube-on, Facebookon, valamint weboldalainkon, és ha hasznosnak, értékesnek találjátok munkánkat, akkor támogassátok, azt köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. Eljátszom ezt a rövid videót a Joe Rogan podcastból bulletproof or bullet resistant vests even around his own propaganda people. De az, hogy goyó álló visel még a saját propaganda emberei között is. Most ez is része a propagandának, de az fontosabb, amit ez mond. Uh, there was this great piece that came out that I saw last week. Hogy volt egy írás múlt héten, amit lát látott erről az egész propaganda dologról where it was all the propaganda shots that he's taking with like, with the soldiers mothers and on the front and with the tech people and... a katonák anyával különböző családtagokkal technológiai szakemberekkel készült fotókon gyakorlatilag ugyanaz a 12 ember szerepel mindegy fényképen. Ugyanaz a 12 ember. Csak a ruházat változott, semmi más. És még azokkal az emberekkel is viseli ezt a golyóálló mellé. Ha valaki szeretne ennek utána nézni részletesebben, én találtam néhány cikket, ez például a Toronto Sun, ahol azt írják, hogy fény, Kamera Putyint azzal vádolják, hogy színészeket használ úgy, hogy háborús hősökként pózoljanak azok a fényképeken. Erről a fényképről van szó itt kifejezetten, azért mondom, hogy akit érdekel megnézni, ez Daily Mail, Putyin háborús hősei színészek. Ezek a katonák, akik a képen szerepelnek, ezek feltűntek már az ő újévi üzenetében is, illetve számos más propaganda videóban, úgy mint tengerészek, templomi hívők vagy éppen vacsora vendégek ez taglalja erről a képről van szó, meg aztán elemzi ezeket, ahol látszik, hogy ugyanazok az emberek szerepelnek. Azért, mert színház, az egész világ és mindenki csak játsza szerepét, megtévesztik az összes embert, aki készpénznek veszi azt, amit lát a médiában, illetve számukra ez az evangélium, amit tapasztalnak a hírekben, és ez megtántoríthatatlan, ez az egész gondolat az emberek fejében, hogy van valami harc a jó és a rossz között, és éppen mi vagyunk azok, akik a jót képviseljük mindig. independent.co.uk szintén erről beszél, ugyanez a fénykép, a téma itt is, hogy a nő azonos a képen, de ez Newsweek, ahol ugyancsak megtalálható ez a téma, ha valakit érdekel, de egyébként van itt egy rövid PDF írás és hétoldalas a Vilnius Institute, pont LT vagy Litvánia, ahol taglalják ezt részletesebben, és számos ilyen krízis szereplőt vagy színészt felfedeznek a Putin propaganda gépezetből, illetve hát aztán le is leplezik ezeket nekünk. Azt javaslom mindenkinek, hogy ha érdekel ez részletesebben bárkit, akkor nézzen utána. A linkeket látjátok a videóban, és csak rá kell keresni. Köszönöm mindenkinek a figyelmet. Köszönöm mindenkinek a figyelmet, remélem hasznosnak találtátok ezt a videót, hamarosan találkozunk, addig is minden jót, és halleluja!